Ma nekem úgy alakult, hogy kell legnehezebb téma Ayurveda belé, legnehezebb témába belemenni, vagy előadni, ami ayurvédikus diagnosztikáról szól. Ugye? Amikor sokszor paciens kérdezik orvostól, hogy doktor úr, milyen a diagnosztika, mit, hogy diagnosztizál ayurvédikus orvos? Nyisson könyv, és látunk ott azt, hogy pulszus diagnosztika, nyelv diagnosztika, de bocsánat. Nyelv diagnosztika, pulsz diagnosztika, szem diagnosztika, bőr diagnosztika, has, tapintás, ez nem csak ayurvédikus diagnosztika. Bármilyen belgyógyász, családorvos úgy diagnosztizál. Ezért nem kifejezetten ez ayurvédikus diagnosztika. Először mit akarunk és mit szolgál diagnosztika? Minek kell beállítani és miért kell orvosnak beállítani betegnek diagnózis? Ez az első kérdés. Diagnózis ezért szükséges, hogy orvos tudja helyesen beállítani vagy javasolni betegnek terápia, életmódot, táplálkozás, mozgás, de ez egy másik. Diagnózis ezért szükséges betegnek, hogy beteg tudja, hogy mi történik vele. Az, hogy mondok valakinek, uram, amavata, magyarul reumatoid artritis, I'm happy. No, ez nem ad semmi betegnek, de az, hogy diagnózis során megmondom, hogy mitől, hogy és milyen módon alakult ez az ama vátába, és hogy került ez izoletbe, ez betegnek mit szolgál? Betegnek ez szolgál az, ami védába úgy hívjunk vidje, tudás, tudás, ami segít neki úgy élni, és ilyen módon foglalkozni saját egészséggel, hogy meggyőzni a betegséget. Ezért szükséges diagnózis orvosnak is, hogy tudja gyógyítani, és betegnek, hogy tudja gyógyulni. Mivel ayurvédában beteg és orvos, amikor találkoznak, és egyik és másik vállaltak egymással, további egy x időt együtt élni, mert orvos és beteg, miután a döntés született, hogy fogok gyógyulni, és én döntöm, hogy fogok gyógyítani, ez pillanattól kezdve mi együtt élünk. És diagnózis segít nekünk ezen a úton. No. És akkor ayurvédikus diagnosztika kezdődik nem pulszusnál, nem nyelvvel, és nem ott, hogy uram, hány kiló, milyen testfogát és a test terfogát és a többi. Ott kezdődik, hogy először eltöntsünk, hogy kicsoda, ki ül előttem. Ez, aki előttem ül, miért jött ide? Milyen spirituális, lelki egység megérkezett és kapott olyan és olyan testet? Mi tudjunk, ayurvédikus orvosok tudjunk, hogy minden egyes ember, amikor érkezik ez a föld, ide a földre, ő választja saját magának szülőjét. Nem szülői választottak minket, de mi választunk maguknak szülőjét. Hogy választunk? Úgy, hogy éreztünk hasonló vibrációt, hasonló frekvenciát. Magyarul ezáltal védikus filozófia az mondja, hogy ember, amikor elmegy földről, ő eléri egy bizonyos spirituális szint, spirituális lelki fejlődés valamilyen szintre jön. És úgy elmegy, hogy amikor visszajön, ugyanolyan szintre érkezik vissza, amivel elment. Magyarul, ha valaki elért egy spirituális
dois espirituais lépes, magyarul szátvikus a blet, szátvikus, ma fogona, ezért úgy fog érkezni olyan családba, olyan szülőkhez, aki már eleve szátvikus. Ez magyarázza azt, hogy miért például császárok, királyok, őriztek saját család, saját családi van a tisztaság. Ajurvédában ez a, és Indiában nagyon jó, tudjátok, hiába azt mondjuk, nincs kaszta, most már, te hogy is nincs. Soha Brahmin nem fog feleségükkel venni sudrát, ezt tudjátok. Nagyon jó. És természetes Brahminok őriznek saját spiritualitást, szentek őriznek, és valamilyen módon sudrak is őriznek saját spiritualitást, és ugyanazokat születnek oda és oda. No, ezt tudjátok. Ezért fontos első, ki ül előttem. Ez az ember, aki előttem ül. Ő szátvikus, rajzsasztikus, vagy tamasztikus. Ezt kell nekem megállapítani, nem nyelve hol van lepedi. Mit jelent szátvikus? Mit jelent szátvikus? Szátva. És mit jelent tamasz? Ez nem más, mint két polyos. Evolúciós úton. Két polyos. Mit jelent két polyos? Egyik tamahuna, ez az, amiről az volt mondva, és adott nekik Isten bőr ruha. Magyarul materializálottak. Amikor mi manada, mi lélek megérkezett a Földre, vagy emberek érkeztek Földre, ami Földnek hívnak, materializálottak és kaptak materiális test, ami van most itt, szépen vagyunk, és gyönyörködünk. Na, ez a test, mi kaptunk attól függő, hogy mennyi szátva volt bennünk. Ha nagyon sok szátva, akkor ez a test szép, harmonikus, amivel azt mondjuk, ti ajurvédába értetek, mire jellemző szép, harmonikus, gyönyörű, egyensúlyozott, egészséges, kapha test kapta. Magyarul? Szátvikus ember úgy érkezik, hogy választja magának szátvikus szülő, és kapja kaphas test. Valaki más megérkezik ide, és választja magának tamasztikus szülő. Miten tamasz? Tamahuna, mit jelent? Tamahuna az jelent, hogy ember agresszív, önvonzó, egocentrikus. Miten egocentrizmus? Ez az a vektor, ami mindig befele nyomja, a befele nyomja próbáltak szorítani egy lufi. Mi lesz bele, ha szorítsuk? Robban. Ez a váta. Érdetek, nem valahol váta ott, vagy gyógyszertárban, nem. Váta, ez az, amikor ott, itt lévő levegő, itt létező levegő kezd valami szorítani, nagyon szorítani. És ez a levegő már nem képes, hogy normálisan itt osztani, ha kezd inhadezni, robbanni. Olyan teste is képes, mi kapunk, mert váta teste. Degenerált, beteg, sudra teste. Hála Istenem, itt nincs olyan. Ezért ha valaki azt mondja nektek, mivel ti nem ültetek volna ide, nem kerültetek volna ide, a lenne abszolút váta, mert váta, ez a tamahuna. Tamahuna semmi más, nem érdekel saját beleket kívül, és az, hogy nem csinálni semmi, és fejlőd is pláne. No, akkor, amikor váta erős, akkor ez az jelent, hogy ember beteg. Írti, ott már teljesen mindegy, hogy doktor úr, mit enni nekem, jön, és azt mondja, hogy mit kell nekem enni. Egyete bármi. Szegyete bármilyen gyógyszer. Eddig, amíg te tamahunaba vagy, benned aktív váta, és váta túlzaton aktív, és váta fog inhadozni. Tönkre fog tenni azokat srótak, vezetékek, ahol energia és pránának kell mozogni. No, megyünk tovább. Szátva. Ez a szátva. Miten szátva? Tudjátok, hogy sokszor azt mondtak, hogy hát akkor, hogy ember rákos volt és gyógyult. Ez csak akkor tud történni, ha ember tamahunába él, és egyszer fölvilágosod. Jött valami fény. Ő ezt megérzi, és változott. Egyik napról más. Mit? Ő részesült a szátva.
Én mondom, mi illet itt ezen a földön, nem más védikus és szánkja filozófia szerint, hogy út támahónatól szántvagónáig. Semmi más. Ez egy joga, joga, tudjátok, joga, ez nem aszána valami ott, hát ez út, út. Mi a út lényege? Kontroll matéria fölött. Magyarul materiális világ, abszolút kontroll. Kontroll tamahuna fölött, út, tamasztól szatvai. Ez a joga lényege. No. Van rajzsász. Miten rajzsász? Ez a kettő között, tamasz és szatva között van egy valami, ami vagy miket, mi lilek, mi manáta, vagy tamahuna felé irányít, vagy szatva felé. Vagy az energia, energia, ami miket segít nekünk haladni. Fölfele haladni, maszni. Fölfele vagy zuhanni lefele. Miért mondtam zuhanni? Sokszor ebből érkezik ez a földre. Boldog, szint, egészséges, szátrikus világon kapja, jó a teste, minden van, jó a gyönyörű családba születik, és utána érzik, hogy minden van neki. Szomszéd dolgozik, éjjel-nappal tanul, próbál rágni tudást, hogy valamit szerezni, kell éjszakán dolgozni, pályaudvaron, hogy legyen egy kis pinca, nekem minden van. És csúszom. Csúszom, és próbálok úgy megközelíteni szátrikus világhoz, hogy fogom egy marihuánás cigaretta és látom. Rögtön. Vagy, vagy amfetaminnak, vagy valami, hogy csak ez hiányzik, más minden van. Ott magyarul lehet születni, egészségesen is csúszni. Ezt kell orvosnak meglátni, hogy ember, aki előttem van, ő energia, hova irány? Szátva felé, vagy tamahuna felé. Ezért mondjuk bölcsök azt mondanak, hogy nem érdekel, hol te születed. Tamahunakhez közelebb vagy szátra. Magyarul, vátas nálad prakriti vagy kávra. Fontos az, hogy te hova mész. A szátra irányba te mész, amit ti csináljátok, ezért ti itt vagytok, hogy próbáljátok szátrakot világhez megközelíteni, tudást szerezni, akkor rendben van, akkor vektor kifelé és ti szátrakos világ felé mentek. A zuhán ember lefele, és úgy zuhán sokszor, hogy nem is látja maga előtt semmi, akkor tamasz felé, akkor váta lesz benne erős. És a váta, tudjátok, 80% betegséget váta okoz. Ezért innen kezdetik diagnózis. Ugye, gondoltok, hogy én most pulszus fogom neked, nektek mondani, pulszus vagy. Pulszus is megmondom. No, tamahuna, ez a tipikus tamahuna, mindig kevés, nekem, nekem, minden nekem. Nekem ez a tamasz. Föld is megettünk már. És akkor is kevés. Ugye? Úgy lehet képzelni, hogy... van ez bonyolult. Itt kicsit... De nem, nincs idő. Nem bonyolult, szívesen magyarázom, csak figura van nekem, és én azt gondolom, hogy kell... nem csak filozófia kell, egy gyakorlat is. No, itt van egy tamasz szatva rajzsász tulajdonsága. Hogy mi a tulajdonsága? Tamahuna és mi rajzsásznak. Tamasznak stupor, topolása, egocentrizmus, egy elnehezített tudat. Legfontosabb az, hogy semmi, de semmi nem akarok tenni ahhez, hogy legyen, de nagyon akarom, hogy legyen, és akár tőled elvinni, akkor elveszem tőled. És tamasz fokozódja a irti. Ez a fontos, ez a kulcs. Rajzsász. Maniakálisan agresszivitás, áttörés, egy düh, egy energikus mozdulat és másik oldala rajzsásznak. Egy iszonyatos tűzös energia, amit ember egy bizonyos cselekvéssel képes kontrollálni. Mi ez a bizonyos cselekvés? Ez a
nem más, mint szabad akarat. Szabad akarat. Amikor embernek erős akarat, és neki minden embernek van letadva szabad akarat, ember dönti. No, ez a energia, mit csinálok most vele? Megyek diszkóba, táncolok, támahónak ez közelítve, vagy fölveszem fáradtság, és olyankor elmegyek jóházak, meditálok. Ha, teljesen más, ugye? No, és a szatva, ez nem más, mint az a forrás, ahonnan egyszer jöttünk. Ez a Isten, ez a mennyország, ez a gyönyörű harmónia szit, és az a valódi energia, amiből miket alkatta az Isten. Van még egy koncepció, amit orvosnak kell megalapítani, amikor megérkezett paciens. Előttem paciens, jó, tudom, látom, elbeszélhetem vele, nagyjából sejtem, hogy ez az ember szatvikus irányba halad. Ez az ember küzdi és meggyőzte saját támahóna. Ez az jelent, hogy az ember harmonikus tápha. Hála Istenem, tudom, hogy az ember könnyű kezelni, más. Vagy az látom, hogy ez az ember valamikor született és nagyon harmonikus test kaptott, de úgy zuhán, hogy kezd támahónakhez közelít, tamasztikusan gondolkozik, tamasztikusan eszik, tamasztikusan ill, és benne váta abszolút inkontrollál. Érti? Ez a váta most megnyugszik, akár karmamazepinre, egy áltatóval, holnap régen ugyanolyan lesz. Ez egy tipikus depressziós példa, ugye? Ember, aki depresszióban van, hiába adunk neki nyugtató és kedjevítő, tovább is depressziós. Egy mi depressziós? Magyarul adunk neki ashwagandha, satavari és adunk neki brahmi, vati, adunk neki brahmi hrita, chatamansi hrita és a többi is. Gondoljuk, hogy megnyugszik, de semmi nem fog megnyugni. Tudok sorolni, mik, csomó ajurvédikus készítmény, amire ez ember nem fog reagálni. Eddig, amíg tamahuna fog benne dominálni. Ahogy kezdik közben a tamahunával, megszünteti ördög táplálása, rögtön kezd helyre jönni. No, de feltételezünk, hogy megalapította orvos, igen, szatvikus huna irány megy ember, szatvikus, jó. De akkor se sikerült neki gyógyulni. Miért nem fog sikerülni gyógyulni? Ezért, hogy kevés áhni van az emberben, áhni. Kevés. Mit jelent áhni? Mi ez áhni? Áhni, ez az energia, az a tűz, amit szükséges ahhez, hogy ez a test létezze, működje. Magyarul minden folyamat, amit szervezetbe, testbe zajlik, ez a áhni csinálja. Modern orvostudományban ez a fermentek, enzimek, hormon. Pajzsmirigy hormon, úgy is lehet képzelni, mint áhni. Emisztiség, enzimek, fermentek, úgy lehet képzelni, mint áhni. Áhni ember kapja honnan? Először, amikor születik, manada, illetve az a lélek, amit ide jön, hordja és hozza magával. Első. Ez a úgy hívják, hogy spirituális, kozmikus áhni, az. Másik, spermatozoid, ami érkezik peteseidhez, ott is van egy, úgy hívják, genetikusan determinált, illetve az áhni, ami, ez nem mindegy, hogy milyen spermium, miért sukrat hátul, milyen szövet, egészséges ember vagy nem, hogy létrejött ez a gyerek, valamilyen lombikba, vagy egy buli után, vagy ez a egészséges szatvikusan gondolkozó, jól táplálkozó emberek meghívtok az a áhni ide. Magyarul kettő áhni születés közben adnak, vagy fognak határozni, hogy egészséges lesz vagy ember. Első áhni, amit manada hoz, másik, amit szülői áhni. Ugye? Utána ez a áhni segít emberek, segít magzatnak emészteni az, amit anya test adja neki, tápanyába. Magyarul anyák csere. Amikor gyerek születik, ez az áhni, amit kosmoszból és szülőtől kapott, bevándorlik és kezd illni a hol szívebe. Szívebe,
bekerül mindig gyomor. Gyomorból ez az agni már hívják csátár agni, emisztis agni. Gyomorból ez az agni terjedik és bekerülnek hátukhez, szövetekhez, szövetek. Minden szövetnek van hátuk. Magyarul minden szövetnek van saját enzimek, fermentek. És a többi, és a többi. 13 agni van, 13. Minden egyes agni orvosnak kell megalapítani, hogy betegnek. Ez az agni, erős vagy nem, és milyen agni hiányzik, vagy ilyen agni gyenge. Hogy lehet ez megalapítani? Érti? Ezért kell nézni nyelven. Ezért kell benézni szemembe, ezért kell elbeszélni. Amikor eljön és azt mondja, hogy ha, nem is tudom tulajdonképpen, hogy is. Ott tudni, hogy agni csak csátár van. Emisztése. Az az agni, mivel ő alszik közben, nem tud mondani, hogy nem aludni. Ezért olyan embernek mindig lesz probléma. Nem mai nap, mai lehetőségek annyira korlátozok, hogy nem tudok sorolni, hogy milyen probléma, de lesz probléma. No. Ezért, amikor megalapítom, hogy milyen agni hiányzik, ez nem elég. Meg kell, még el kell dönteni, hogy milyen testbe hiányzik agni. Ajurveda szerint van tetrada, ez az, ami, az a testrész, ami halállal együtt Mendelejev sorrendbe válik, magyarul elemekre válik, kimélye elemekre, és van triász, ami örökére nem pusztul és eltávozik innen, kognitív memóriával együtt. Magyarul ennek is van ágni és csákra. Orvosnak el kell dönteni, beteg mi? Triász. A triász miből áll? Átma, ez a legfelső kozmikus részecske manádama, másik buddhim, és harmadik manász. Magyarul manáda, ő kozmikus lelke, és ő kozmikus ész. Ez. És utána káma manász, ez a fizikális ész. Kamarupa, asztrális test, etter test és fizikai test. Ó, nem semmi, ezt kell megalapítani. Itt hiányzik agni, vagy itt hiányzik agni? Agni potenciálza energiát és adja ennek energiát, hogy ezt tudja élni. Orvos, aki ezt nem tud megalapítani, nem fog meggyógyítani az ember. Fog kezelhetni. Kezelhetni. No. Erről lehet sokáig, de megyünk tovább. Van még egy koncepció, Ajurveda. Prana. Mit jelent prana? Prana ez az erő, ami enyheti Agninak ígni. Magyarul, ahhez, hogy Agni, mint tűz létezze, neki kell, magyarul, ahhez, hogy tűz legyen, mondjuk itt, neki kell oxigén. Ugyanúgy ahhez, hogy agni, mentális agni például, vagy szív agni legyen, neki kell prána. Prána táplálik, amiből agni fog táplálkozni. Prána, honnan kapja ember prána? Ember kapja prána ugyanúgy kozmoszból, ez az élet erő, prána, ami kozmoszból, és ami létezik világ egyetemben, ez a kozmikus prána, ez az első. Ez a nagyon-nagyon fontos, és ez az első prána. Másik prána, ez az, ami tápláló prána, ami bekerül hozzánk, milyen módon? Levegővel, vízzel, folyadékkal, és ettelel. Itt rögtön elgondolkozható. De orvosi diagnosztika, ajurvédikus diagnosztika, hogy meg kell kérdezni, hogy uram, hölgyem, hogy táplálkozom? Nem nézed, hogy most akarom újra rágni, de hús ez jó, de hús ez nem jó, ez nem jó. Már unalmas, szerintem itt nektek is. És mit kell? Nem, ahhez, hogy megalapítani, hogy prána egyáltalában, valami prána forrása, van a betegnek, vagy nem. Vagy abszolút prána nélkül él. Magyarul ez a táplálkozás, amit ember, amiben ember részesül, lehet prána és prána nélkül.
Minden olyan, ami fűzve, sütve, ihetve, szárítva, ott általában prána nincs. Az, ami állatból származik, prána nincs. Magyarul, itt mindenki tudós, olyan anyag, ahol hiányzik már szabad elektronok, negatív részecskén töltések, ez már prána nélküli dolog. Ezért gondoltak, hogy mit eszünk, és van nagyon prána. Zöldségben van prána, csak olyanok, ami föld fölött élnek. Gyümölcsökben van prána, csak az, ami írják, és nem genetikailag determinálta. A húsokban, állatok, állati fehérek, zsírokban ott nincs prána. No, és a több, ez másik téma, de meg kell deríteni. Ha van prána, akkor van ahni. Ha van ahni, akkor ember egészséges lesz. Ha ember egészséges, mit jelent egészség? Amikor pita, vata és kapha egyensúlyban van. Miben pita, vata, kapha? Pita, vata, kapha, ez integrális erej. Kérem, felejtsetek, ez nem dorsak. Tudjátok, ez annyira nagy hiba, amikor azt mondja, jött hozzámból egy kedves költő, és azt mondja, milyen én dorsa vagyok. Ez olyan, aki szanszkritul kicsit írt, ez olyan csúnyán hangzik. Tudjátok, hogy mit jelent? Milyen én dorsa vagyok? Milyen én defekt vagyok? Mivel dorsa, ez a defekt. Ezért prakriti lehet pita, vata, kapha, de nem dorsa. Dorsa ez lehet csak vikriti. Ez betegség. Ahhez, hogy megalapítani, hogy milyen prakriti, nekem kell eldönteni. Hogy elemek, elemek, milyen elemek, öt elem. Ugye? Milyen ez elem? Tudjátok, hogy legnehezebb. Föld, utána víz, utána tűz, utána levegő és ete. Ezeket elemek, ez nem azokat elemek, amit víz, ami pahárban van ott. Nem. Ez az a állatot, amiben van elemek. Magyarul egész Mendelejev sorrend, lehet képzelni bizonyos állapotba, és ez az állapotok ajurvédába hívják elemek. Ezeket elemek kell valahogy összekötni, hogy legyen belőle test, emberi test, legyen belőle paradicsom, legyen belőle kutya, legyen belőle tégla, legyen... Ez mind elemekből áll, érti? Tégla, elemből áll. Ez a tégla és pita, vata, kapkából áll. Pita, vata, kapka, ez integrális erej, ami kötnek össze elemek. Ilyen módon vata köti ter és levegő. Magyarul van egy X ter, és van benne levegő. És amikhez egymáshez passzol, semmi olyan nincs, csak hogy ter kezd szükülni, tamász hatására, vata kezd robbanak a bavány. Pita összekötti tűz és víz. És kapka összekötti víz és föld. Ó, amikor ez össze lett kötve, hóna rendelésre, magyarul hóna kell döntenek, hogy milyen arányba ez lesz kötve, hóna alakult test. És eddig, amit ez test, ezeket energiák, pita, vata, kapha, egyensúlyban van, eddig ember egészséges. Látjátok, ez egy primér nem pita, vata, kapha, primér hóna. Ők se primér, de mondjuk. És pita, vata, kapha, ez tükör. Tükör. Amiben mi tudjunk nézni, hogy mi van emberben. Mivel pita, vata, kapha lehet megalapítani, mi alapján lehet megalapítani pita, vata, kapha. És itt kezdődik. No, ezt nem fogok most. Ez pita, vata, kapha. Mi lehet? Van jelek. Pita, vata, kapha, van konkrét jelek. Ez a már vikriti. Látjátok, amikor vikriti, ez a rendellenesség. Ez már dos, ez már defekt. Vata defekt, száraz, vékony, rossz emisztésű, stb. Stb. Pita, ott látszik, ugye? Face, arc. Ez a pita, ez is defekt, ez a már dos. Ez amikor pita már túlsó, amikor pita bőrbe van, pita vírbe van, meleg, forró. És egy idő után megnézés. És ez is kapha vikriti. Ez nem kapha. Kapha szép és gyönyörű. Ez azért, hogy kapha defekt van. Ez orvosnak kell megalapítani. Sokszor
No, tovább. Sokszor látunk hasonlók hölgyecskek, és azt mondjuk kapha prakriti. Hát, ez a hölgy lehet vata prakriti. Csak kapha vikriti. Érti? Vátanak is lehet olyan defekt. Pítanak is lehet olyan defekt. És sokszor ember olvassa ez a könyv, Ayurveda dosha test, és azt mondja, hogy hú, ez róla. És közben várja. Ekkor a végén csak elhízott. Ezért, hogy rossz volt prana, helytelen működött a nyakcsére, és elhízott. Lett kapha defekt. No, értetek? Hogy ezt lehet megalapítani? Úgy mondtam, van külső jel. Ja, háj, bőrhű, bőrszárasság, ugyanúgy csontozat, erek, ez mind meg fogtak találni, pita vata kapha leírás, prakriti leírás. Ez mindenhol van. No, hogy lehet mi pontosabb, mint külső jel? Ez a pulzus diagnosztika. Pulzus diagnosztika orvosnak nagyon sokat mond. Van alap. Egyébként mi ajurvédikus orvos különböztetje legalább 700 fajta pulzus. 700. De van alap jel. Vata pulzus úgy viselkedik, mint egy kígyó. Ha fogsz, akkor azt érzed, mintha egy vékony-vékony kígyó. Mozog. És attól függetlenül, hogy hol, vata pulzus tud megjelenni vata helyen, pita helyen és kapha helyen. Érti? Ez helye. Itt van vata hely, ez a pita hely, ez a kapha hely, de mindenhol tud megjelenni vata pulzus. És akkor azt mondjuk, vata a pitava, vata a kapha, vata a vata. Pita úgy viselkedik, amikor hálhas a pulz, akkor úgy, mintha egy pekat ugrál. Magyarul ez egy jellegzetes szívütés. És elég erős. Ez klasszikus megjelenés egy pita pulzusnak. Szintén tud megjelenni pita pulzus bárhol. És kapha pulzus. Kapha olyan, mintha egy hattyú, amikor mozog, és maga után hagyja egy tiszta vízbe, hagyja egy, hogy ezt mondja, után vanál. Nem hová, csír. Ez a pulzus hasonlít, ez a csír. A fox, akkor olyan erős, egyértelmű. Ez a kapha pulzus. Lassan, biztos, gyönyörű. Nem hajlamos tachikardia. Tachikardia ez a gyorsulás. No, szinte tud megjelenni bár. Attól függünk, hogy hol megjelenik pulzus, mi tudjuk vonatkozást tenni és mondani, hogy ez defekt, ez vikrit. Magyarul, eddig, amíg pulzus, vata, helyezkedik vátába, pita, kapha, ez a prakriti. Amikor vata megjelenik pitaba, ez a vikrit. Nem kell gondolni, hogy valaki most fogja pulzus és rögtön kidiagnosztizálja első. Legalább pár ezer ember kell türelmesen megtapintani pulzus, ahhez, hogy te tudja mondani, hoppa, ez a. De érdemes megkezdeni, mivel csodálatos informát, több információ ad ember. Hát tudom, hogy vata prakriti. Akkor tudom, hogy ez az embernek nem szabad idegesíteni, meg vele kell türelmesen bánni, hogy tolerancia nulla alatt van, és a többi. Tudom, hogy pitas, akkor tudom, hogy nem szabad ő provokálni. Kell elérni más. Tudom, hogy vata típusú embernek kell tárgyalni réj, amikor kapha idő. Hogy kapha egyensúlyba hozzá, pita ember szintén, réhe, amikor kapha tud. És a többi, tudom már egy millió variáció. Tudom, hogy én például vagyok vata, és nekem, én nem vagyok vata, de úgy diagnosztizáltam, hogy vata prakriti. Akkor nekem élettárs jó lenne a kapha lenne. Miért? Mivel egymás egyensúly. De nem vagy Isten nekem pita.
e letárs, aquela com nagyon erős pitanyagok folyamatosan tud provokálni, és tüzelés lesz belőle, egy robbanás, olyan, mintha tudod, egy képzeltek el, egy tűz, rajta van egy bahrács, elfűzöm, és egy új levegő. Képzeltek, hogy nagyon erős levegő fújik, ez a tűz nagyon erős bahrácsból kilőntetett minden, szóval tragédia. Érdemes megtanulni Ayurvéda, csodára képes. No. Nyelvdiagnosztika. No. Nyilvánvaló, nyelvnek. Van egy iszonyatos nagy információ lehetősége. Aki tud olvasni nyelvből, majdnem úgy tud diagnosztizálni, mintha komputertomográfnak vagy CT vagy. No, tényleg komolyan. Milyen? Ezért hogy? Ez a bal vers. Ez a jobb vers. Ez a vastag bél. Ez a hasnyálni rígy. Ez a belül ír. Ez a vékony bél. Ez a gyomor. Ez a lip. És ide tartozik csontvelő. Ez a máj. Ez a szív, pláne ez a rész, ez a tüdő. Bal és jobb. No. Ez az a zóna, ahonnan ember, orvos tud eldönteni, hogy milyen szerv vagy szervcsoportra lokalizálódik betegség. És akkor betegség mi? Egészséges nyelv rózsaszín, és nagyon-nagyon vékony lepedik, vedik, nagyon vékony, egészséges lepedik, és a rózsaszínű nyelv. Ne, könnyű, nagyon picit, nedves lepedik, nem száraz. Ami innen eltérő, ez már beteg. És utána kell nézni, hogy hova lerakódik ez a koros lepedik. Attól függ, hogy milyen ária, milyen zónában, ott kell keresni problémát. Megnézni először például. Vastag bélben ott van egy fehér, zöldes lepedik, majdnem mindenki egy. És akkor megyünk ide, bal oldalra, nyomjunk ott kicsit, és érzünk olyan hú, akkor ez az jelent, hogy irritabilis bélszindróma tuti van. Ha, itt van egy foltok, és olyan zöldes, akkor elképzelhető, hogy kalitis ulceróza, vagy fekélyek van. Hogy például, ugye? Vagy nagyon piros nyelv vége ezért. Akkor elképzelhető, hogy szív probléma van ember. Csak akkor nem úgy diagnosztizál, hogy megnézed nyelv, és megírta, hogy jó, és kémiás szívbetegség. Nem, akkor te tudsz legalább, hogy milyen irányba kell vizsgálni. No. Itt van egy pár konkrét példát. Ez a vastag bél, irritabilis bélszindróma lepedike. Ez vese gyenyhessége lepedike, és folyadékban hás lepedike. Ez a szív gyenyhesség. Ez a tüdő, chronikus tüdőbetegségeknek jele. Ez a bronchitis, amikor olyan domborodott, olyan nagyon... Ez a, amikor nyelve, mintha foga, nyoma látszik, ez a diszpepszia, fölszívadás, ez a var, alacsony ágni. Ez a, amikor olyan nagy folt terjedik egész két hátsó harmadra. Ez a toxinok vastag bél. Áma. Ott mindig áma. És általában ez az áma kísérő rossz lehet. És ember bármit csinál, rágja ezeket rágahúmi, tisztítja, akkor is ott van. Na, fogorvos nem segít. Amikor itt van olyan folt, akkor ez a vékony bél is gyomorban van. Toxinok, áma, helyzet. Amikor nyelv olyan repedezett, ez a váta harán ahava, kolon transversus, vastag bilbe, váta fokozódása van. És ez az jelent, hogy innen kifolyólag minden váta betegség kell keresni. Izületi probléma, gerinc probléma, reumatoid artritis, kalitis ulceróza, Crohn, ez a soroltam pár. Depresszió, pánik szindróma, ez a mind váta betegsége. Amikor nyelv, mintha remeg kicsit, ez a mibe
Lívő élő félelem, félelem emberek, pánik szindróma, félelem, depressziós nyilván. Amikor van egy csík, nyelv közepet, ami általában vegetatív disztóniára, krónikus vegetatív idegrendszer zavarokra utal. Amikor van olyan csík, nyelv gyökön, ami mély rödünk, akkor ez a lumbális, derektáj, gerinc problémára, porckorosi diszkopátia és a többére utal. Kész? Be kell fejezni? Jó, befejezni. Létezik még szemdiagnosztika, szemdiagnosztika szem alapján tudjuk eldönteni, mi. Van Ágni, nincs Ágni. Fényes szeme Ágni. Amikor nincs, akkor nincs. No, kell se értem. Van Marma diagnosztika. Amikor megfogjuk teste és nyomjuk ott a mod Marma pontokon, tudjuk mondani, hogy milyen szerve van konkrét betegség, mivel minden Marmanak van saját szerve. No, mi Ayurveda olyan nagy tantárgy, hogy erről lehet nagyon sokat beszélni. Én gondolom, hogy lesz több idő, és ezért ez nem tartozik már diagnosztikába, ez tartozik már szövetekhez, és szövetdiagnosztika, ez már orvosi tan, sajnos erre nem lett nekünk idő, ott, hogy terjedik betegség stádiumai itt vannak. Köszönöm a figyelmet, és viszontlátásra!